A mai napon a szuperszettel fogunk foglalkozni. Sziasztok, Molnár Péter vagyok a Freezer Gymből. Egy kis bepillantást láthatok a műhelytitkokból, hogyan készülök fel egy edzésre. Mi van a shakeremben? Edzés előtt megiszok egy kávét, általában citromaláttal összekutyulva. Kis citromos kávé, nagyon finom. És amilyen shakerbe kerül, 10-15 g glutamin, kreatin monohidrát és egyszerű összetett cukrok, szénhidrátok, egy ilyen vitargó jellegű edzés alatt fogyasztandó szénhidrát formula. 2 púpos kanál a glutamin. Nem keverem be azonnal, hanem az első fogyasztásnál keverem be, mivel a glutamin vízben oldódó és bomló. És nem szeretném, hogy fél óra után ne azt igyom, amit szeretnék. Úgyhogy ilyen formában tároljuk az első fogyasztásig. Ma a szuperszet lesz a terítéken. Ez a verzió, az alapgyakorlattal kezdünk és tárogatás kiegészítés lesz mellé. Miért jó ez? Egy izombukást tudunk elérni. Van olyan, hogy az alapgyakorlat után úgy érzitek, hogy nem fáradt el teljesen a mellettek, de már több ismétlést nem tudtok csinálni. Ugye kétféleképpen tudjuk ilyenkor még tovább fokozni az élményt. Vagy vetköző sorozatot csinálunk, vagy berakunk mellé egy kiegészítő gyakorlatot. Mi most ezt a másodikat egy kiegészítő gyakorlattal fogjuk szétbombázni a mellünket. Megcsinunk adott ismétlést alapgyakorlatban nagy súlya, relatív nagy súlya, és tárogatási izombukásig megyünk 4 sorozatban. Ezt nem kell mindig elvégezni, de azért 2-3 hetente a fejleszteni kívánt izomcsoportot érdemes így ledarálni. Beszéltünk még a fordított változatról. Ha sérülés után vagyunk, vagy nem úgy fejlődik a mellünk, akkor az alapgyakorlat előtt elő tudjuk fárasztani a mellünket akár egy tárogatással, ami azt jelenti, hogy adott ismétlést megcsinálunk, és utána megyünk rá egy ilyen 80%-os súllyal végzett nyomásra. Ezzel ugye minimalizáljuk a sérülés veszélyt, és talán egy kicsit tudatosabb lesz a mell terhelése, így leveszük a váról és a tricepszről egy kicsit a terhelést, jobban elzsibad a mellünk a végére. Ha egy kicsit elakadtatok, esetleg nem tudjátok, milyen irányba mozduljatok, próbáljátok ki ezt a két technikát külön-külön, hát ha segít. Sziasztok!